Te beszélsz magyarul? Ha még egyáltalán nem, tehát teljesen kezdő vagy, esetleg van már egy kis nyelvtudásod, de szeretnél többet gyakorolni, és természetesen még több dolgot megtanulni, akkor itt az idő munkához látni. Én Tünde vagyok, a te magyar tanárod ezen a csatornán. A mai óra témája az ABC. A teljes magyar ABC 44 betűből áll. Lássuk! A. A. B. C. C. D. Z. G. E. E. F. G. G. H. I. I. J. K. L. Ej. M. N. Eny. O. O. Ö. Ő. P. Q. R. S. S. T. K. U. U. Ü. Ü. V. Dupla V. X, Y, Z, Z. Mint az előbb említettem, a teljes magyar ABC áll 44 betűből. Ez a teljes magyar ABC tartalmazza a Q, a W, az X és az Y betűket is. Ezeket azonban nagyon ritkán használjuk, legfőképpen csak idegen szavakban, illetve nevekben fordulnak elő. Ezt azért mondom el most, azért fontos, mert a következő rész szavai között nem fogsz találni olyanokat, amelyekben szerepel a Q, az X, az Y vagy a W. No, nézzük! Alma. Ágy. Banán. Cipő. Csipesz. Dió. Madzag. Dzsem. Eper. Érem. Fa. Gólya. Gyertya. Ház. Iránytű. Íj. Jegy. Könyv. Ló. Lyuk. Méz. Narancs. Nyúl. Olló. Óra. Öv.
őszi barack. Pohár. Répa. Sör. Szekrény. Tej. Tyúk. Uborka. Újság. Üveg. Űrhajó. Vaj. Zászló. Zsák. Ez volt a mai lecke. Remélem hasznosnak találtad. És ne felejtsd el megtanulni az előző rész szavait. Kiváló lehetőség a szókincsfejlesztésre. Ha pedig tetszett a videó, akkor kérlek, lájkolj, oszd meg és kövess. Ha üzennél nekem, azt megteheted a videó alatt. Találkozzunk legközelebb is. Szia!